Köszönöm szépen, elnök úr, és 2 héttel ezelőtt mondtam el felszólalásomnak az első részét, és remélem, hogy Németh Szilárd képviselő úr, államtitkár úr azért maradt itt a teremben, hogy megnyugtató választ fog adni nekem a 2 héttel ezelőtt és a mostani felszólalásomra is. És remélem, hogy támogatólag fog hozzászólni. 1920. március 14-én avatták fel a Csepeli munkásotthont. Ezt a híres művelődési házat közakarat hozta létre. A kitűzött közművelődési célok végrehajtását, a zavartalan működést súlyosan veszélyezteti a hiányzó, 2010 óta hiányzó önkormányzati, majd 2016 óta hiányzó állami támogatás. Többször fordultak a Csepeli Munkásotthon vezetősége, az alapítvány, a kuratórium, az igazgatóasszony, maga Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz, képviselő úrhoz, Hoppár Péter államtitkár úrhoz és Lázár János miniszter úrhoz is. Többször fordultak segítségért, és folyamatosan elutasításban részesültek. 2016-ban intéztek levelet az államtitkársághoz, miniszterelnök úrhoz, és akkor kérdéseket tettek fel, hogy egyáltalán pályázzanak-e a Csepeli Munkásotthon működtetésére, egyáltalán dolgozzanak-e tovább, és azt a választ kapták, azt a megnyugtató választ kapták Lázár János miniszter úrtól is, és Orbán Viktor miniszterelnök úrtól is, hogy természetesen, mert erre a nagymúltú intézményre szükség van, és természetes, hogy támogatásban fognak részesülni. Lázár János ezt le is írta egy levelében. Majd megdöbbenve vették tudomásul azt, hogy 2010 után, mikor megvonták az önkormányzati támogatásokat, már 2017-ben eljutottak odáig, hogy egy fillér állami támogatásban sem részesültek. Majd 2018-ban a választások előtt derült ki, hogy a 2018-as működési támogatást is elutasította az állam. Folyamatosan működtetik az intézményt. Képviselő úr nagyon jól tudja, hogy a helyi lakosok szívesen járnak ebbe az intézménybe, szívesen vesznek részt az intézmény munkájában, és nagyon-nagyon kemény munkával tudják biztosítani most már azt az állami feladatot, azt a közművelődési feladatot, amit kötelezően lát el ez az intézmény. Most már nem csak az önkormányzati támogatásért könyörögnek, meg könyörögnek az állami támogatásért, hanem ugyebár szeretnék igénybe venni az 1%-os támogatásokat, vállalkozóktól a támogatásokat, és persze a csepeli lakosoktól is. Egyre nehezebb a munkájukat elvégezni, és segítsen abban államtitkár úr, hogy 2 év múlva 100 éves lesz ez az intézmény. Ne úgy kelljen ráfordulni a 100 éves ünnepekre, hogy bezárjuk ezt az intézményt. Erre az intézményre szükség van. Ezt az intézményt a csepeli munkás emberek építették. Ön sokkal jobban tudja, mint én, hogy hogyan jött létre ez az intézmény. Akkor én arra kérem, ha már itt maradt ma, hogy segítsen ebben, hogy ez az intézmény régi híres múltjához, jelenéhez, és beszélhessünk majd a jövőjéről is, hogy tudjon működni a csepeli embereknek a megelégedettségére, meg mondhatjuk úgy, hogy a mi megelégedettségünkre is. Államtitkár úr, ugye nem azzal fog jönni, hogy ezt a házat a Lex munkásotthon törvénnyel meg akarták szerezni. Pontosan a választások előtt hozott a kúria egy döntést, amiben elmarasztalta ezt a törvénykezdeményezést. És nagyon kérném államtitkár urat, hogy most már tényleg arról beszéljünk, hogy hogyan lehetne a működtetését megoldani, hogyan lehetne a 2010 előtti időszakra visszatérni, amikor az önkormányzati támogatást is megkapta a csepeli munkásotthon, és megkapta azt az állami támogatást is, amiért tudja végezni azt a feladatot, mondom állami feladatot, amit ez az intézmény ellát nap mint nap. Várom megtisztelő válaszát, államtitkár úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, a kormány nevében Németh Szilárd államtitkár úr válaszol. Államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőasszony, engedje meg, hogy egy 1964-ben kiadott könyvből idézzek.
A Csepeli Munkásság szervezeti életének központja a VM gyár mellett a Csepeli Munkás otthon volt. Az SZDP Csepeli szervezete a vasutasok, fások, bőrösök, építők, földmunkások szakszervezete rendszeresen az otthonban tevékenykedett. A bérharcok alkalmával innen irányították a sztrájkolók küzdelmeit. Felhasználta a legális szervezetekben rejlő lehetőségeket a csepeli kommunista mozgalom is. Tevékenységük fontos területe volt az otthon. Minden legális szervezetben részt vettek, gyűléseken, szemináriumokon hallatták szavukat. A mozgalom a mozgalmi munka mellett ahhoz szorosan kapcsolódva az otthonban volt a munkásság szellemi központja is. Itt tevékenykedett a csepeli általános munkás dalárda, a munkásszínjátszók vigalmi gárdája, az általános munkáskönyvtár, melynek jelentős szerepe jutott a munkások nevelésében. Itt volt a bázisa a Természetbarátok Turista Egyesületének, az Experantista Mozgalomnak, a Gyermekbarátok Egyesületének, az Alkoholellenes Mozgalomnak, amelyek jó részt fedőszervei voltak az illegalitásba szorított osztályharcos küzdelmeknek. Ezért nőtt Csepelen szimbólummá a munkás otthon. Azt gondolom, hogy ebben teljes mértékben egyetérthetünk. Drucker Tibor írta ezt a könyvet, aki egy kommunista vezetője volt ennek a munkás otthonnak hosszú ideig. A 64 az több szempontból is szimbolikus. Én ebben az évben születtem, és az utolsó első titkár is ebben az évben lett a munkás otthon egyik vezetője. Most nem akarom tovább szaporítani a szót, de jól látható ennek a munkás otthonnak, hogy milyen szerepe volt az elmúlt időszakban. És akkor, amikor a rendszerváltás után 1991-ben egy alapítványba szervezték, a Csepeli Munkás Otthon alapítványba ezt a művelődési házat, nevezzük művelődési háznak, akkor ezt a szerepet kívánták neki, hogy tovább folytassa. És ma is ezt a szerepet tölti be. És amikor 2010-ben én polgármester lettem, akkor azt gondoltam, hogy a munkás otthonban nem csak én, hanem nagyon sokan, ennek a munkás otthonnak le kell vetköznie a pártközponti jellegét, le kell vetköznie azt, hogy ezt a múltat nyíltan fölvállalja. Hiszen ez történt egészen 2010-ig. Abban a munkás otthonban egyébként csak szeretném mondani, hogy most egy kicsit szapult a kormányt, meg mindenkit, olyan nagyon finoman, nyilvánvaló, mert az önismeretei kabáról azok nem lehetnek olyan mélyen, néhány hónapja tévedt oda Csepelre, jelöltként ma már a csepeli MSZP elnöke, én nem is értem őket, hogy ezt hogy gondolják, én 54 év óta lakom ott. Tehát éppen 64-ben, amikor megszülettem, amikor ez a könyv is megíródott, azóta kísérem figyelemmel, mi történik a csepeli munkás otthonban. Most 2010-ben erre tettem javaslatot a munkás otthon akkori vezetőinek, a kuratóriumnak, az alapítványnak, anélkül egyébként, hogy én megpróbáltam volna bármit megtenni. Nem tudom, azt hiszem legutóbb már talán állítólag szállodát építenék magamnak a munkás otthon helyén, tehát ilyen zagyva hírek keletkeztek, semmire nem voltak hajlandók. Hát arra nem voltak hajlandók, hogy az önkormányzat többséget szerezhessen a kuratóriumban jelentős pénzösszegekért. Ezek a pénzösszegek el vannak ma is különítve az önkormányzatnak a számláján. Arra nem voltak hajlandók, hogy a felügyelő bizottságba bemenjen az önkormányzat által delegált ember, aki szerette volna tudni, hogy mire költik ezt a pénzt. Az utolsó nagy fejlesztés egyébként a munkás otthonban, az pont 2001-ben volt. Siklósi Mária építész tervezte meg a munkás otthonnak azt a csodálatos színháztermének az átalakítását, az is persze aztán felemásra sikerült, de ezt az Orbán kormány finanszírozta, az az utolsó. Azóta ezek az emberek, akik ott már nem tudom mióta, 30 év óta, ugye, ha 91-et nézünk, lassan 30 év óta a kurátorok képtelenek arra, hogy az alapítványi célt azt teljesítsék. Nem panaszkodni kell, hanem megcsinálni az egészet. Én teljes mértékben támogatom az elképzelést, és azt szeretném, hogyha a csepeli munkás otthon az valójában azt az alapítványi célt, amely a Csepel és a Csepel-szigeti munkások gyermekeiknek a művelődését, a közművelődését szolgálná, ez ugye le van írva, ezt végre tudnánk hajtani. Ebben számíthat az én támogatásomra mindenféleképpen. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkárnak.